Önmagában az, hogy eljöttünk a barátnőmmel Madridba, nem biztos, hogy annyira izgalmas, de hogyha azt mondom, hogy eljöttünk Madridba azért, hogy megnézzük a csütörtöki Real Barca kupa meccset, akkor az már lehet, hogy egy fokkal érdekesebb. Ha kíváncsiak vagytok, hogy mit keresünk itt, tartsatok vele! A Real Madrid jelen pillanatban kiváló formán a körben, de a stadionjáról ugyanez nem mondható el, hiszen a Bernabeu éppen felújítás alatt van, úgyhogy nem ez a legjobb alkalom talán arra, hogy az ember megmutassa nektek ezt a stadiont, de talán még sejtünk olyan nagyon rosszkor Madridba. Sziasztok, én Haraszti Ádám vagyok, a Sport TV riportere, és ugye a héten rendezik az első mérkőzést a spanyol kupa elődöntőjében a Real Madrid és a Barcelona között. Alapvetően emiatt vagyunk itt, de az igazság az is hozzátartozik, hogy én már jó néhány alkalommal jártam korábban Madridban, de valahogy sosem adódott lehetőség arra, hogy alaposabban sikerüljön megismerkednem a várossal. Pedig életemben először éppen ebben a stadionban közvetíthettem Bajnokok Ligája döntőt az Internacionál és a Bayern München részvételével, aztán egy évvel később 2011-ben közvetítettem minden egy Real Madrid-Lyon Bajnokok Ligája meccset is, amely elég sima lett, a Real győzött 3-0-ra, de ennek köszönhetően legalább beszélgethetünk Zsozéval is a mérkőzést követően. És itt voltam akkor is, amikor nem sokkal később összefutottak a Barszával ugyanitt a Bajnokok Ligájában, de azután már nem sok kedve lett volna beszélgetni, hiszen 2-0-ra kikapta Guardiolaéktól. De közvetítettem egyébként spanyol bajnoki klasszikót is, azt még román csatornára, magyar nyelven, úgyhogy nagyon sokan valószínűleg nem láttátok. Amivel viszont találkozhatatok, az a 2014-es kupadöntő, amelyet ugye Valenciában rendeztek, és amelynek talán a legfontosabb, legemlékezetesebb pillanata az volt, amikor Gerard Bale a büféből szerezte meg a győztes gólt. Bale tolja meg, és megy még tovább a labdáért, Bátran csúnyán lemaradt, Gerard Bale a 16-oson belül, még mindig nála a labda, nagyon közel már a kapuhoz, és gól! Gerard Bale megszerzi megint a vezetést a Real Madridnak! Hát ez milyen gól volt! Ronaldo nyakában mindenki, aki a környéken van a nézőtéren, Bale nem adta fel a harcot! Hiába volt már méterekkel az oldalvonalon kívül, ő ment tovább a labdáért, és Bátran mintha nem számított volna erre! Hát lehet, hogy Bartra egyenlített az előbb, de ebben a gólban most ő is nyakig benne van. A két csapat ugye most is kupameccset játszik egymással, igaz ezúttal az elődöntőben, de én se dolgozni jöttem igazából, hanem csak meccset nézni, meg persze készíteni videókat nektek, úgyhogy ha van olyan dolog, amire kifejezetten kíváncsiak vagytok most a mérkőzés kapcsán, vagy itt a városban, nyugodtan írjátok meg a kommentek között, és igyekszünk megmutatni nektek majd itt a következő napokban. Mert egyrészt szeretnék videókat készíteni majd itt a saját csatornámra, de pénteken majd erről az egész túráról az Unibet Magyarország csatornájára is szeretnék nektek készíteni egy hosszabb videót, úgyhogy azt hiszem tényleg bőven lesz lehetőségünk nektek sok mindent megmutatni majd. Úgyhogy egészen nyugodtan tényleg, ha bármilyen kérdésetek, ötletetek lenne mindezzel kapcsolatban, írjátok meg a kommentek között, és persze, hogyha nem akartok majd lemaradni ezekről a videókról, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!